Három éve megvolt ugye az évvégi számvetés, egész évben mennyi pénzt költöttünk, és azt az összeget elosztottam, azt hiszem akkor 302 vagy 310 gyerekünk volt, 310-zel és 365-tel. És én lepődtem meg a legjobban, amikor kiderült, hogy körülbelül 1 euróba került egy napja egy gyereknek nálunk. 1 euró az azt hiszem 250 forint, vagy mennyi? Tehát 250 forintból, 2 metrójegy árából meg lehet menteni egy gyermeket. Hát megéri, jó vásár, nem? Tessék meggondolni, hogyha 1 millió ember azt mondja Magyarországon, hogy nekünk nem mindegy, hogy mi történik a leszakított területek bajba jutott magyar gyerekeivel, és évente adunk 100 forintot, ez 100 millió forint, és ebből meg lehet vidáman oldani az egész Kárpát-medencének leszakított részekről a gyermekvédelmét. 100 forint évente.